Jogszerű az elvonás Budaörstől. Az alkotmánybíróság szerint rendben van, hogy pénzt vesznek el a gazdag településektől. Útfelújítása 122 millió forintot nyert Budaörs. A Puskás Tivadar és a Hársfa utcát korszerűsítik. És újjá szervezi Budaörsi alapszervezetét a Fidesz. A folyamat befejezéséig a tagok jogaikat nem gyakorolhatják. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Jogszerű, hogy elvon a kormány Budaörstől évente több mint 2 milliárd forintot. Az Alkotmánybíróság egyhangúan mondta ki, nem ütközik nemzetközi szerződésbe, és így az alaptörvénybe sem, hogy az úgynevezett adóerőképesség alapján elveszik a jobbmódú települések bevételeinek egy részét. A taláros testület tagjai egyetértettek a nemzetgazdasági miniszterrel, hogy az önkormányzati arrendszerben nagyfokú jövedelmi egyenlőtlenség van. A magyarországi lakosságszám 20%-át kitevő legnagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező települési önkormányzatok az országos iparűzési adóalapból 50%-os mértékben részesülnek. Márpedig indoklások szerint a törvényhozó egyik fontos feladata a jövedelmi különbségek tompítása, aminek egyik eszköze a szolidaritási hozzájárulás intézménye. Az Alkotmánybíróság döntése után néhány órával később, tegnap délután kérdeztük az ügyről a polgármestert. Nem túl jó hír a demokrácia híveinek az, ami most történt, és lehet azt mondani, hogy naív vagyok, ezt sokan mondták. Én abban hittem, hogy az Alkotmánybíróság, ha már alkotmány nincs is, de az alaptörvény szellemében fog eljárni. De tegyük azt hozzá, hogy én nem láttam pontosan az ítéletet, még nem is tudtam, hogy ma tárgyalja az Alkotmánybíróság. Valószínűleg azért nem értesítettek, mentsük föl őket, bár ez is elég furcsa szerintem, hogy ezt a beadványt a parlamenti képviselők adták be másfél évvel ezelőtt. Ha itt ízlelgetjük a jogállamiság és a demokrácia kérdését, hogy másfél év legyen egy ilyen súlyos kérdésnek a megítélése, de amit az újságból ma tudni lehet, az egészen furcsa, hiszen az arra hivatkozik, legalábbis az újságcikk ezt írja, és majd ha pontos szöveget ismerjük, akkor szerintem kell majd mérlegelni, hogy az önkormányzatok európai kártáját nem sérti az Alkotmánybíróság szerint, ezért nem sérti az alaptörvényt sem. Na most én ezt a mondatot, ha önmagában elkezdem ízlelgetni, nem túl komoly jogi végzettséggel, szerintem egy középiskolás diák jogismeretei alapján is azt mondja, hogy ez nonsens, hát az Alkotmánybíróság az önkormányzatok európai kártájával kapcsolatban nem is nagyon mondhat semmit, mert hogy azt egy más szervezetnek van joga bírálni, mellesleg ehhez a szervezethez mi fordultunk, és ennek a monitoring bizottságnak egyébként a helyi és a regionális önkormányzatok kongresszusa az, amelyik ezzel foglalkozik, ez az Európa Tanács szerve. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy majd az európai szervezet egy európai jogszabályról milyen álláspontra fog helyezkedni. Itt minden esetre pillanatnyilag arról van szó, hogy úgy tűnik, hogy azoknak lett igaza, akik azt mondták, hogy naív vagyok, elesett már az Alkotmánybíróság is, hiszen azt, hogy egy alaptörvényben rögzített jog, meg egy önkormányzati törvényben rögzített jog ne is legyen vizsgálat tárgyává téve egy olyan jogszabály kapcsán, amely egyébként ezeket sérti feles törvénnyel egy kétharmados, ez számomra példátlan, és sajnos azoknak volt igaza, akik azt mondták, hogy a jogállamiság rég elveszett, ezt én is éreztem, de én azt gondoltam, hogy azért még itt-ott előfordulhat, hogy esetleg itt egy-két helyen, mint ahogy a bíróság első fokon világosan az önkormányzatnak adott igazat, nagyon alapos jogi mérlegelés kapcsán, hogy itt is megtörténhet. Hát ami aztán végképp furcsa, az egyhangúság. Tehát eddig legalább mindig látszott a különvélemények és indoklás a különvéleményeknek. Most semmi. Meglátjuk, hogy Strasbourg mit fog erre lépni. 122 millió forintot nyert Budaörs útfelújítása a Pest megyei önkormányzat pályázatán. Az elbírálásban az indoklás szerint fontos szempont volt, hogy gazdaságfejlesztési hatással járjon a tervezett beruházás. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy a több irodaház között is húzódó Puskás Tivadar utcát, valamint a Városi Sportcsarnokhoz vezető Hársfa utcát szeretnék a pályázati pénzből felújítani. 174 millió forint értékben zajlik majd építkezés, amihez 52 millió forint önerőt vállalt a város. A forgalom bizonyos napszakokban szinte elviselhetetlen már a Hársfa utcában. Nem csoda, hogy az útfelület több helyen megsüllyedt, az aszfalt sérült vagy foltozott.
Bár évek óta kérik a környéken élők, hogy kezdődjön el az utca felújítása, és vele együtt a forgalmi rende szabályozása, eddig sajnos forrás hiányában nemigen történt semmi. Most úgy tűnik, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően tavasszal mégis megindulhat az érintett szakasz felújítása. A Pest megyei önkormányzatnak volt egy pályázata, ami arról szólt, hogy olyan belterületi utak felújításához tudnak támogatást adni, amelyek a település gazdasági életében meghatározó szerepet játszanak. Tehát elsősorban nem a lakóvezeti belterületi utakra volt helyezve a hangsúly, hanem tényleg olyan utakra, ahol adott esetben kereskedelem, turizmus, irodák vannak. Mi azt gondoltuk, hogy a város hosszú távú, sőt meg középtávú koncepciójában is nagyon sok útfelújítás szerepel, amit szeretnénk minél előbb megcsinálni, azonban ahogy a forrásaink engedik, úgy tudjuk ezt kivitelezni. Elővettük ezt a kis kívánságlistát, hogy mi az, amit tudjuk, hogy fel kell újítani utakat. Megnéztük, hogy 150 millió forintnál több pályázati forrás erre nem állt rendelkezésre egy pályázó esetében. Így úgy tudtuk összerakni, hogy két utcát választottunk ki, ami belefér abba az összegbe, amit megnyerhetünk. Megfelel a pályázati kiírásnak is, és ugyanakkor nekünk is régi álmunk már, hogy megújuljon. Az egyik ilyen a mögöttem látható Hásfa utca, ahol van egy iskola, ahol van a városi úszoda és sportcsarnok, ahol két buszjáratunk közlekedik, és azt gondolom, hogy nagyon sok lakó is használja napi rendszerességgel. Ez az utca az évek során több helyen megsüllyedt, többször volt felbontva, mert csatornázás volt, különböző közműveket cseréltek rajta. A parkolósáv az a mai napig egy murvás, lefedett kis dolog. Ezen az úton biciklisek is közlekednek, nagyon nagy forgalom van pont az iskola miatt, gyerekek közlekednek rajta. Azt gondoltuk, hogy ez mindenféleképpen előnyös, hogyha meg tud valósulni. A közel 180 millió forintból természetesen nem csak a Hárspa utca újulhat meg, hanem a Puskás-Tivadar utca is, amely a sok-sok irodaháznak köszönhetően viszonylag nagy forgalmat bonyolít le munkaidőben. A Puskás-Tivadar utca a lakótelepen, amelyik azt gondolom, hogy szintén rengeteg irodaházzal van szegélyezve, és nagyon-nagyon elhanyagolt állapotba került itt az évek alatt, hiszen az is most már több mint 10 éve épült. Hepehupás, nagyon nehéz a parkolás, és az ott lévő cégek, akik egyébként többnyire Budaörs legnagyobb adófizetői közé tartoznak, ők nagyon régóta igénylik azt, hogy valamit ott is történjen a környékükön, és komfortosabban tudjanak dolgozni. Sikerült ezt a két utcát felújítanunk és megújítani, több mint 122 millió forintot nyertünk hozzá a Pest megyei pályázaton, amihez az önkormányzatnak 54 millió forintot kell hozzátennie. Milyen munkákat lehet ennyi pénzből elvégezni? Ahol kell, megerősítik az alját az útnak, teljes útburkolatcsere, patkák, a parkoló sáv lesz kiépítve, és nagyjából ennyi lesz a két utca teljes hosszában. A jelenlegi ütemezés alapján a projekt tavasszal indulhat majd el, és nagyjából egy-másfél hónapot vesz majd igénybe. Így várhatóan a tavasz végére vagy nyár elejére már a megújult útszakaszon közlekedhetnek az autósok, a kerékpárosok és a gyalogosok az érintett utcákban. Csenger Zalán Zsolt, Budaörs és a körzet országgyűlési képviselője van itt ma este. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elsődlegesen a nemzeti konzultáció miatt hívtuk, hogy egy picikét beszéljünk erről, hogy mi értelme van ennek a konzultálásnak, de kezdjük mégis azzal, ami az utóbbi egy hétben történt a helyi Fidesz házatáján. Még országos sajtóban is megjelent, hogy korlátozták a helyi fideszesek jogait, gyakorlatilag nem gyakorolhatják a tagsági viszonyukat. Ugyanakkor az is megjelent, hogy ez nem jelenti azt, hogy feloszlatták a helyi alapszervezetet. Szóval mi az, ami itt történt? Ezen viszonylag hamar túl leszünk, hiszen itt egy pártnak egy belső ügyéről van szó, ráadásul egy folyamatnak a elindulásáról, nevezetesen a budaörsi csoportnak az újjászervezéséről. A dologban döntés még nincsen. Annyi történik, hogy az alapszabály szerint ilyenkor a tagsági jogok felfüggesztésre kerülnek, éppen azért, hogy a döntést azt nyugodt körülmények között lehessen meghozni. Amint ez eldől, amint ebben fejlemény lesz, akkor állok a rendelkezésükre. Miért kell újra szervezni a helyi Fideszt? Meg egyszer mondom, ez egy pártnak a belső ügye, és az alapszabály szerint, a szabályunk szerint
ilyenkor ezt belül kell rendezni, úgyhogy amint ebben döntés lesz, és túl leszünk rajta, akkor természetesen állok rendelkezésre. Akkor még csak egy utolsó kérdés. Nyilván a helyi Fidesz szavazók is azt várják, hogy legyen egy erős Fidesz, legyen valamilyen kép a városról, amire szavazni lehet, amit tudunk, hogy képviselnek itt helyben, és hozzáteszem, a másik oldal is azt várja, hogy legyen egy megfelelő ellenfele, akivel kapcsolatban a saját álláspontját meg tudja határozni. Hát ilyen most nincs. Hát de lesz. Oké, akkor erről nem faggatom tovább. Beszéljünk a nemzeti konzultációról. Igazából azt kommunikálják, hogy minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációja az, ami most folyik. Családpolitikai kérdéseket tesznek föl. Miért kell erről konzultálni? Szerintem épeszű ember ezekre a kérdésekre egyikre sem válaszol nemmel. Mi derülhet ki ebből? Mert ez elsősorban egy közvéleménykutatás, de egy olyan közvéleménykutatás, aminek 99%-áig borítékolható a végeredménye. Hát én nagyon örülök neki, hogyha így fogalmaz, hogy épeszű ember erre nem válaszolhat másképp, csak igen, nem, ez azt jelenti, hogy jó úton járunk. Gyakorlatilag nemzeti konzultációt a kormányzat olyan kérdésekben indított eddig is, amelyek nemzeti sorskérdések, ami hosszú időre meghatározza a jövőnket. Hát a családok támogatása, a gyermekvállalás, a demográfiai kérdés, azt hiszem egyértelmű, hogy ilyen, hát mindannyiunk számára a család, a gyerekek a legfontosabbak, és ha mibe kérdezzük meg az embereket, ha ebben nem. És azért is fontos ez, hiszen itt még egyszer hangsúlyozom, hosszú távról van szó, hosszú távú döntésekről, és például a kérdések között, talán a tizedikben nem vagyok benne biztos, arra is rákérdez, hogy vajon az emberek akarják-e azt, hogy ezt egy kétharmados törvényben rögzítsük. És nem véletlenül kérdezzük ezt, hiszen emlékezzünk vissza, a szociálliberális kormányzat például a családi adókedvezményt egy tolvonásra elvette az emberektől. Most azt szeretnénk, hogy azok a vívmányok, azok a dolgok, amire ön is azt mondja, hogy épesző ember csak igenne válaszolhat rá, nos, azokat, ha az emberek úgy döntenek, elsöprő többséggel, akkor bizony kétharmados törvénybe is foglalnánk ezeket a nemzet számára, az emberek számára, a családok számára, a jövő nemzedék számára fontos kérdéseket. Ha már ezt említette, ugye például ebben nincs benne a gyes, a gyed kérdése, nincs benne a családi pótlék kérdése. De hogy ne lenne például a gyes-gyednek a kiterjesztett gyes-gyed extra, az például szerepel valamelyik kérdésben, ami arról szól, hogy az édesanyák a gyes mellett teljes foglalkoztatás, tehát teljes munkaidőben is minden korlátozás nélkül vállalhatnak munkát, hiszen ez egy napi igény volt. De hát ugyanígy például azt is mi vezettük be, hogy ne kelljen 3 évente születni a kis lurkóknak, hanem ha sűrűbben, tehát korábban születnek, akkor a gyest azt ugyanúgy kétszeresen, háromszorosan akár meg lehet kapni. Tehát nagyon sok olyan intézkedést hoztunk már korábban is, amelyek éppen a gyermekvállalást és a családoknak a támogatását, a családok megerősítését szolgálja. Mm-hmm. És a családi pótlék emelése például miért nincs benne? Mert van egy olyan kérdés is, hogyha megnézi. Itt van előttem, én figyelem. Jó, azért mondom, hogy van egy olyan kérdés is, ami azt kérdezi, hogy vajon a munkához kössük-e a támogatásokat. Ugye a családi pótlék az nem a munkához kötődik. Mindenki számára az a cél, vagy az kellene a társadalom számára egyértelműen a célnak lenni, hogy a gyerekek, akik felnőnek, azok lássák a szüleiket dolgozni. Ne lehessen csak kvázi segélyből, vagy csak kvázi családi pótlékból egyébként borzasztó gyenge körülmények között megélni, hanem igenis el kelljen menni dolgozni. És ez nem csak azért, mert mondjuk ez egy társadalmi elvárás, hanem egyszerűen azért, mert az emberi létnek
az emberi léthez, egy emberi kiteljesedéshez hozzátartozik egy aktív élet. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez társadalompolitikailag is, meg minden módon, meg hát családpolitikailag is kimondottan támogatható, de erre is van egy kérdés. Tehát, és hogyha azt mondja, hogy épp az ember erre igennel válaszolna, hát ezért van. Igen, de pont itt az negyedik kérdés, második része egyetérte ön azzal, hogy a legalább 3 gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni. A 3 gyermeket vállaló édesanyja is menjen el dolgozni, mert hogy csak akkor kaphat kiemelt támogatást? Elmehet, tehát a hosszú távú kiemelt támogatás. Egyébként van egy olyan, hogyha 4 gyermeket vállal valaki, ez egy következő kérdés, ha 4 gyermeket vállal valaki, és valódi főállású édesanyja, akkor munkahely nélkül is megkapja ezt a élethosszig tartó támogatást. Tehát azért valahol mindig kell egy vonalat húzni, hogy hol van az, ahonnan már azt mondjuk, hogy főállású édesanyja valaki, ezt a 4 gyermeknél húzta meg ez a javaslat. Egyébként a 3 gyermekesek már nagyon komoly támogatásokat kapnak, hát csak a csokra gondoljunk, hogy ott azért a 3 gyermeket nevelők, vagy 3 gyermeket vállalók egy 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapnak ma is, tehát ott a 3 gyermek, és nem véletlen, hogy a 3 gyermeknél van meghúzva a kvázi alsó határa nagy támogatásoknak, hiszen ha valaki 3 gyermeket vállal, akkor az a társadalomnak, illetve a népességnek a növekedéséhez járul hozzá, hiszen 2 embernek 3 gyermeke van, tehát többen leszünk. Mi következhet ezekből a kérdésekből? Tehát például itt van az 5. kérdés, támogatja ön azt, hogy az állam ismeri el a valódi főállású anyaság intézményét? Akkor azt mondják, hogy ha valaki mondjuk 4 gyermeket vállal, akkor kap egy bizonyos összeget havonta, ami az ő fizetése? Így van, tehát ezek az alapvető kérdések, amiket feltettünk, hogy a társadalom vajon ezt támogatja, és hogyha ezekre igennek jönnek, akkor ennek az ebből következő lépéseket kell megtenni. Tehát itt most azt szerettük volna, és általában egy nemzeti konzultáció az arról szól, ez egy konzultáció. Van egy javaslat, le is van úgy körülbelül írva benne, és ahhoz kérjük az embereknek a válaszát, a támogatását, vagy az elutasítását. Akkor, amikor látjuk, hogy mekkora támogatottsága van egy adott kérdésnek, akkor lehet azt ugyanúgy egyébként majd érdekvédelmi csoportokkal, egyebekkel, törvényalkotási szinten kidolgozva megvalósítani. Ez a kettő nem ellentétes, tehát egyrészt beszéltünk a családi pótlék nem emeléséről, másrészt beszéltünk a főállású anyaságról. Hát a nagyon szegény, mondjuk borsodi körzetben, ott igazából munkát sem nagyon vállalhatnak az anyák, hát akkor vállalnak 4 gyereket, de ők is milyen szegénységben fognak felnőni, mi következik majd az ő életükbe, nem biztos, hogy ezt kéne segíteni, már pedig ezzel ezt segítjük, hát, nem? Mondjuk azt segítjük, hogy elismerjük azt, hogyha valaki 4 vagy több gyermeket egy édesanyja nevel, akkor ő emellett munkát vállalni gyakorlatilag nem tud. Tehát azért ez hozzátett. Persze a gyermeknevelés az azt jelenti, hogy iskolába járnak a gyerekek normális körülmények között, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt most hagyj nekem, tehát értjük ezt a társadalmilag szükséges kérdést. Ha ez megvan, akkor én azt gondolom, hogy igenis támogatni kell az ilyen édesanyákat. A édesapák emellett természetesen dolgoznak, vagy dolgozhatnak, vagy hát az az igazi, ha dolgoznak, és az adókedvezményt igénybe tudják venni. Úgyhogy én azt hiszem, ez egy koherens intézkedés csomag lehet, hogyha ez támogatást kap. Egy kérdést magyarázom meg, ez a 9. kérdés. Egyetérte ön azzal az alapelvel, miszerint a gyermeknek joga van anyához és apához. Ez mit jelent? Amennyiben erre lehetőség van, ugye azért az is hozzátartozik. A kérdés az így, én felolvastam a kérdést. Egyetérte ön azzal az alapelvel, miszerint igen, a gyermeknek joga van anyához és ott apához. Van, csak azért, hogy sokak szerint ezt ki kell egészíteni azzal, hogy a gyermeknek joga van családban, lehetőség szerint az anya és az apa szerető gondoskodása mellett felnőni. Tehát ez a dolognak a lényege, ez nyilván lerövidítve így hangzik.
Valaki ezt megkérdőjelezi? Nem, csak kérdezem, hogy mi derülhet ki ebből? Hát természetesen, hogy a gyerek ebből a családban, ki, vagy vegyük el a gyerekeket ki, a családból, és pontosan, neveljük nevelőintézetben. Pontosan erről beszélünk. Azért ne felejtsük el, hogy Gyurcsány Ferenc ezt javasolta nem olyan régen. Az a Gyurcsány Ferenc, akit a szociálliberális koalíció, az MSZP és az SZDSZ, teszem hozzá Vitnikov Tamás erős támogatásával, kormányon tartott. A Gyurcsány Ferenc azt javasolta, hogy el kell venni a gyerekeket. Mi meg azt mondjuk, hogy nem kell, a családban kell felnőni. Lehetőleg egy édesapa és egy édesanyja gondoskodása mellett. Ebben persze talán az is beleérthető, hogy nem két édesapa és nem két édesanyja. De alapvetően a családról szól, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek csonka családok, vannak. Azért van ott előtte, hogy lehetőség szerint. De az, hogy joga van egy édesapához, meg egy édesanyához minden gyereknek, én szerintem ez magától értetődő. Azt nem egészen értem, hogy mi következik ebből. Egyébként én nem emlékszem Gyurcsánynak erre a kijelentésére, de nyilván hát benne de hogy van nem, hát volt, hát hogy. Rendben van. Akkor még maradjunk mindig annál, hogy mi következhet ebből. Bizonyos intézkedések megtörténnek majd. És ez jelentheti azt, hogy akkor növekszik a magyar, hogy többen leszünk, hát vagy már, legalább megáll a fogyás? Hát már elindult a javulás. Tehát már elindult a javulás. Most én a pontos számot nem fogom tudni megmondani, de ha jól emlékszem, 1,23-ról talán most már majdnem a másfél, vagy 1,4 valamennyire tartunk. Ez a úgynevezett reprodukációs index, ami nagyon csúnya szám. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy két szülőnek összesen, vagy statisztikailag hány gyermeke születik, vagy inkább beszélünk arról, hogy 200 szülőnek, mert azért úgy jobban, akkor mégsem lesznek tized meg század gyerekek, hanem egész számok. Tehát én azt hiszem, hogy ennyi idő alatt, tehát itt azért két ciklus alatt, ráadásul egy nagyon súlyos gazdasági válságból indulva, majdnem összeomló államháztartással, és itt tovább, nem akarom ezt ragozni, mindenki pontosan ismeri. Ebből sikerült idáig eljutnunk. És most ezt folytatjuk, hát most kiterjesztettük január 1-től a két gyermekesekre is, például a csoknál a 10 milliós hitelfelvételi lehetőséget, kedvezményes hitelt, csak egy példa volt. Akkor a sérült gyermekeket gondozókra. Január 1-től 100 000 forintos bér van, és 22-re, ha jól emlékszem, a tervek szerint szeretnénk, hogy elérje a minimálbért. Gyorsabb tüntetés valaki volt ezzel kapcsolatban, hát majd demonstráció. Mindegy, hogy egyes műhelyekből, a kormány környékén lévő műhelyekből valamiféle szándékok kiszivárognak, és erre ráépülnek tüntetések, az olyan szempontból csak jó, hogy ráerősít arra, hogy jó irányba megyünk. De hogyha véletlenül ez másképp lett volna, én azt gondolom, hogy akkor is jó, hogyha egy kormányzat meghallja az embereknek a hangját. Ez egy olyan kormányzat. Nem csak meghallja, hanem ki is kéri a véleményüket. Tehát én ezért nem nagyon értem, hogy például megkritizálnak bármiféle nemzeti konzultációt, vagy egy ilyen dolgot. Néhányan azt mondják, hogy hű, de sokba kerülhet, szóval azért itt sok ezer milliárd forintnak az elköltés módjáról kérdezzük meg az embereket, most sokat mondok 200 forintért fejenként. Szóval azért én azt gondolom, hogy három zsömlénél sokkal többet ér az emberek véleménye. Én még mindig ezen gondolkodok, ezen a kérdésen, hogy egyetérte azzal, amit az előbb idéztem, tehát, hogy egy anya és egy apa igen, éljen egy családba. Azért ma már minden második házasságválással végződik a statisztika szerint. Nagyon sok a mozaik család, amikor újra házasodnak. Igen. Ezzel mit lehet akkor elérni? Ha elváltok, akkor nem kaptok támogatást? Nem, de ha nem, lesz nem. egy új házasságotok, akkor ott megkapjátok a nem, támogatást? Nem. Szóval mi következik? Nem, ebből semmi nem következik. Elsősorban az következik belőle, hogy a családból csak nagyon-nagyon kivételes esetekben lehessen kiszakítani gyermeket, azért előfordul ez manapság. Szóval a gyámhatóság néha egészen hajmeresztő módon tud döntéseket hozni, hogyha a szülők például nem igazán értek, akkor fogják is kérdezni, mert család, igen, a csonka család is család. Tehát itt azért a bevezetőben ott van, hogy lehetőség szerint. Eller Erzsébet készült most egy interjú, és rákérdezett erre, és azt mondta, hogy mi van, ha meghalt az egyik szülő lehetőség szerint. Tehát azt, hogy
a jó Isten vagy a sors, hogy alakítja a család életét, az egy másik ügy, de azt hiszem, abban egyetértetünk, hogy az igazi az, hogyha egy édesapa és egy szerető édesapa és szerető édesanyja együtt neveli a gyerekeket. Erről szól egy kicsit ez, hogy ehhez joga van a gyereknek. Nem biztos, hogy ez úgy hozza az élet, hogy ez sikerül. Egy viszont egészen biztos, hogy két édesanyja és két édesapa ne vállalhasson gyermeket. Hát ez azért... Nem, next, picit benne van ebben a kérdésben. Egy picit akkor a környezetéről is beszélgessünk. Az elmúlt 8 évben azért nagyon sok kérdésben lehetett volna konzultálni. Európa jövőjéről, magánnyugdíj pénztárakról, a rokkantsági és korkedvezményes nyugdíjakról. Föl is tettek az internetre sok kérdést. Egyet érte ön azzal, hogy a napi 8 óra munka után kell a dolgozóknak annyi jövedelmet biztosítani, ami elegendő a tisztességes megélhetéshez. Egyet érte ön azzal, hogy a túlóra pénzt csak több esztendő után fizessék ki, miközben a dolgozóknak a számlákat havonta kell kiegyenlíteni. Egyet érte ön azzal, hogy a népesség csökkentés és a kivándorlás miatt mind nagyobb munkai erőhiány orvoslásának helyes módja a kötelezően elrendelhető túlmunka jelentős, akár évi 400 órára történő emelése. Mert most ez is a parlament előtt van. Erről nem konzultálnak, ezt egyéni képviselő indítványként benyújtják, megszavazzák, még egyeztetés sincs. Ilyen dolgokról pedig, amire látszólag egyértelmű a válasz, mégis konzultálnak. Miért olyan egyértelmű arra a válasz, hogy például aki többet akar dolgozni, az legálisan ezt megtehesse? Miért jó az, hogyha megtiltjuk az embereknek ezt? Mert azért itt tegyük hozzá, ez egy lehetőség, ez nem kötelező. Ez egy lehetőség. Hát könyörgöm, azért vannak kollektív szerződések. De tovább megyek, azért vannak szakszervezetek. A szakszervezetek óriási szereptévesztésben vannak, sok szakszervezet. De az utóbbi időben azt láttuk, hogy a szakszervezetek például a minimálbér emelés ellen tüntettek a Hősök terén az első Orbán kormány alatt. Csak úgy mondom. Aztán utána a szocialista kormányok alatt érdekes módon semmi a világon nem volt, ami kiváltana. Most a szakszervezetek, egyes szakszervezeteknek ezzel van probléma. Nem ezzel kéne, nem a kormánya kell vitatkozni a szakszervezetnek, hanem a munkaadókkal. A munkaadókkal ki kéne harcolni olyan béreket, ki kéne harcolni azt, hogy ne lehessen a dolgozóval ezt vagy azt csinálni. De az, hogy a munkatörvénykönyve megenged egy lehetőséget, mert eddig nem engedte meg. Tehát eddig, ha jól emlékszem, 300 óra volt a 250, 250 tehát mondom, pontosan nem tudom, de most a 400 tervezett, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert még most is folynak a tárgyalások. Én ebbe egyáltalán nem látok a világon semmi problémát. Tehát engedjük meg az embereknek, ha akarják. És ezt természetesen kifizetik. Tehát a hát Nem. Három évre lehet a dolgot egyáltalán. Tehát az egy olyan fajta elszámolási időszak, hogy a 400 órának azon belül kell lennie. Tehát ez nem a kifizetésnek az elszámolása, mert az gyakorlatilag havonta történik, tehát ez nem kérdés. De ez a kettő nincs ellentétben egymással. A családok éve van, a családokról tartunk nemzeti konzultációt, a másik oldalon pedig megengedjük ahogy fogalmazom, de a rabszolgatörvényt. De könyörgöm. Apuka vagy anyuka vállaljon második, harmadik, ötödik műszakot, menjen el dolgozni reggel 6-kor, jöjjön haza este 10-kor, ez tök rendben van. Szóval a kettő, mintha... Na de azért azt látjuk, ugye, most azért a valóságtól ne rugaszkodjunk el, hogy egyébként az emberek igenis vállalnak plusz munkát. Most miért baj az, hogyha ezt azon a saját főmunkahelyén teszi, abban a munkában, ami az ő igazán ért, nem kell utaznia, nem kell átmennie a másodállásba, hanem ha akar, akkor ott ezt meg tudja tenni a munkaadójával megegyezve, és adott esetben még sokkal jobban megfizetve. Hát igen, akarja, ez egy lehetőség. De ez egy lehetőség. Még egyszer mondom, ez egy lehetőség. A végtelenségig nem lehet ám kötelezni az embereket egy olyan világba, amihez hála az Istennek eljutottunk, hogy nem munkaerő, vagy nem munkanélküliség van, hanem inkább a munkavállalók vannak erőpozícióban, mert akkor azt mondják, hogy igen, hát köszönöm szépen, akkor én ezt nem vállalom tovább, és átmegyek valahova máshova. Ezer példát látunk erre. Na itt kéne a szakszervezeteknek végre jó irányba fordulnia. Képviselő úr, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
Folytassuk egy kicsit könnyedebb témával. A Jó és a Csibész gyerek is kapott ajándékot az önkormányzat Mikulánsától a Jókaiban. Az ingyenes ünnepséget minden évben megrendezik a budaörsi gyermekes családoknak, hogy apró ajándékkal és vidám műsorral kedveskedjenek. A Mikulás érkezéséig idén a Buborék együttes gondoskodott a szórakoztatásról interaktív koncertshow-val. Idén a Buborék együttes hozta el a budaörsi gyerekeknek a Mikulást, igaz nem azonnal, csak egy hosszú zenés interaktív utazást követően. Nem csoda hát, hogy mindenki izgatottan várta a különleges vendéget. Hát ma beleadunk apait, anyait, úgyhogy nagyon örülünk, hogy mi lehetünk itt, amikor érkezik a Mikulás is. És hát szerintem az én legjobb barátom is itt debütál most ebben a csodás művelődési házban. Itt áll mellettem Buborék Berci, aki a gyerekek nagy barátja. Imád táncolni, énekelni, hócsatázni. Mondta, hogy ma feltétlenül hógolyózzunk, hogyha lehet. És hát hoztunk igazi havat is, hogy az ünnepi hangulat meglegyen. Mennyire lesznek klasszikus dalok, és mennyire igazi Buborék dalok? Hát kaptunk néhány levelet, van azért egy kívánságlista, amit szeretnének hallani tőlünk a gyerekek, de hát ma egy elég színes repertoárral készültünk, lesznek közte ismertebb dalok, Buborék Berci nótáját mindenképpen el kell ma játszanunk, és lesznek újak is. Berci mennyire van jóba a Mikulással, és hát mennyire segít abban, hogy eljöjjön a budaörsi gyerekekhez? Hát a Buborék Berci az... úgy gondolja, hogy igazából az összes ajándékot ő érdemli, tehát a gyerekeknek egy se jár, és hát miután látjuk, hogy igen, szereti az édességet, nagyon jó alakja van, a zenekar lassan utoléri egyébként, mi is szeretjük az édességet, ezért ő úgy gondolja, hogy neki járna az összes csomag. De hát a Mikulás azért hébe-hóba megajándékozva, a Buborék Berc ez egy kicsit roscsont figura, nem olyan, mint itt a budaörsi gyerekek, hogy megérdemlik az ajándékot. Szereti a Mikulást, várja is, meglátjuk, hogy ma kap-e ajándékot. Budaörs városa több mint egy évtizede rendez a városban élő gyerekeknek Mikulás ünnepséget. Ez mára már egy olyan gesztus, amely nélkül nem lehet adventi ünnep a településen. Mi a kereteket tudjuk biztosítani, azért alapvetően a család nyilván az, amelyik a legtöbbet teheti, meg a kisebb-nagyobb közösségek, iskolák, munkahelyek és így tovább. De a város díszbe öltözött, az adventi rendezvények elkezdődtek, én azt gondolom, hogy nagyon színes ez a rendezvénysorozat, és hát a hagyományos Mikulás és karácsony ünnepség a gyerekeknek idén is itt a művelődési házban elérhető lesz, ahogy láttam, elég sokan jöttek, remélem jól fogják érezni magukat, és hát mindenkinek nagyon szép ünnepet kívánok, biztos fogunk még addig találkozni, hogy még karácsonyról nem beszélek, bár az is nagyon közeledik. A Mikulás és a gyerekek mellett persze van egy kis izgalom a szervezőkben is minden egyes ilyen rendezvény előtt, hiszen nehéz kikalkulálni előre, hogy hányan jönnek el a műsorra, és végül beférnek-e a művelődési ház termébe. Idén is nagyon sokan voltak. Sok-sok éves hagyománya van a Városi Mikulás ünnepségnek itt Budaörsön, amit rendszeresen minden évben, amikor eljön a napja, az Budaörs Város Önkormányzata itt a Jókai Mor Művelődési Központban szervez meg a budaörsi gyerekek részére. Megújulni azt gondolom műsorában lehet, hogy minden évben más-más műsort hozunk ide. A Buborék zenekart már ismerik természetesen a budaörsi gyerekek is, és ez nem egy új zenekar, hanem egy ismert gyerekzenekar, aki már rendezvényeken már volt itt a városban. Most egy olyan interaktív műsort hoz ide majd, amiben az az ígéret, hogy hópihe is fog hullani itt a művelődési ház, színház termében. És van esélye, hogy ilyen száraz, hómentes időben a Mikulás is ellátogat? Arra mindig van esély. A Mikulás minden időjárásban, mindenek ellenére el szokott ide jönni. Mi a szarma?
Aztán végre megérkezett a Mikulás is, és a krampuszai segítségével kiosztotta a csomagokat. Így aztán ajándék nélkül senki sem távozott az idei Mikulás ünnepségről. A Városi Magazin után az Aramis Deac FC elleni férfi bajnoki futszál mérkőzést láthatják élőben, de még előtte programajánló. A közel 2000 éves japán papírmárványozási technikából lesz workshop a Babtérben szombaton 10-től 19 óráig. Kreatív délutánra invitálja az ügyeskezőeket a Kamaraerdei Közösségi Ház szombaton délután 4 órára. A használhatatlan bakelit lemezekre fognak festeni, majd óraszerkezetet szerelni rá. Jelentkezni a Kamaraerdei Közösségi Ház @gmail.com e-mail címen tudnak. Szombaton folytatódik a Budaörsi Advent program sorozat. 11 órától adventi kézműves készülődés lesz az Icsi Majorban, majd 15 órától kortárs fotográfiai kavalkáda BUM szervezésében. 17 órakor tartják az adventi szentmisét a római katolikus templomban, 18 órakor a gyertyagyújtó ünnepségre kerül sor a templom téren. Este 7 órakor kezdődik Szent Martin adventi koncertje a római katolikus templomban, és ezzel egy időben a Leopold Mozart zeneiskola növendék is fellépnek az evangélikus templomban. Végül pedig este 8 órától a Mélybehár magyar-görög zenekar zárja az estet a Posztárton. Szantúri hegedű és saját fejlesztésű zengőhúros brácsa csendül majd fel. Vasárnap 8 és 12 óra között Mikulás napi jótékonysági kiállítás lesz a Mindszenti iskolában, 16 órára pedig Szent Miklós püspök érkezését várják a római katolikus templomba. A belépés a Budaörsi Advent programsorozat összes rendezvényére ingyenes. Élményfestő foglalkozás lesz a Kamaraerdei Közösségi Házban vasárnap 15 és 19 óra között. Festővászorra, táskára és bakelit lemezre festhetnek majd. A Károlyi Zsuzsanna akvarell képeit felvonultató kiállításra is hívják az érdeklődőket vasárnap délután 4 órára az Icsi Majorba. A Nagyné Kántor Éva betlehemes jászolkészítő emlékverseny ünnepi eredményhirdetéssel egybekötött kiállítás megnyitójára várják az érdeklődőket a Városházára hétfőn délután 4 órára. És végül, de nem utolsó sorban, az Ész a fontos, nem a haj címmel a Kádár rendszer könnyű zenei politikájáról tart előadást dr. Csatári Bence történész a Jókaiban hétfőn este 7 órától. Legvégül pedig az elérhetőségeink. Miközben nézik, elmondom, hogy a hétvégén pedig megismételjük szokás szerint összes heti műsorunkat. Egymás után láthatják az egyes adásnapokat és azon belül az egyes műsorokat. A hétfő esti Városi Magazinnal kezdünk, szombaton és vasárnap is reggel 8-kor és délután 5 órakor. Hogy egyébként melyik műsor mikor kerül képernyőre, azt megtalálják a honlapunkon, ahol egyébként a saját gyártási műsorainkat meg is nézhetik, vagy újra nézhetik. Én kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.